Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, itt vagyok kint a semmi közepén, majdnem ugye a semmi közepén, nem mással, mint a Lukasszal! Szervusz, mi a helyzet? Nem mással jöttünk, amúgy szerintem gondoljátok, hogy mivel jöttünk, nem mással, mint a Mazdával, ami ugye itt áll mögöttem. Meg hoztunk magunkkal, ahogy látjátok, hol van? A távirányítós autót! Ugyanis úgy döntöttünk a Lukasszal, hogy kijövünk egyet ide a semmi közepére, és ott itt nem sok autó jár, egyszer-kétszer elmegy itt egy ilyen autó itt ezen az úton, de épp pont ott jön egy mögöttem. És gondoltuk, hogy egy kicsikét megjárhatjuk itt a távirányítós autót, legalábbis a Lukasz akart egyet menni itt a semmi közepén, a porosba, a sárba, ugyanis mutatom meg a sárba itt mögöttem. Látod itt a nagy sár, gondolta Lukasz, hogy ezen is át fog gázolni, csak tudom, mire kell vigyázni, hogy az autó az nem teljesen vízálló, úgyhogy ha belemész, ha beleragadsz, lehet, hogy az életben nem jössz ki. Legalábbis én kiveszem, de lehet, hogy nem fog beindulni. Úgyhogy arra majd vigyázzál. Aztán közben beszélgettünk itt a Lukasszal, hogy melyik lenne gyorsabb, ha egymás mellé áll a két autó. A Mazda, vagy pedig távirányítós autó. Lukasz, te mit mondasz? A Mazda vagy a távirányítós autó? Nem tudom. Szerintem lehet, hogy a távirányítós autó. Rövid úton szerintem a távirányítós autó az szerintem így leelőzne. Bárki tudja, nem tudom. Lehet, hogy meg kéne egy próbálni. Nem tudom, hogy itt vagy valahol máshol vagy legközelebb, ugyanis ez az út nem a legszélesebb. Mutatom neked, várjál, ide kisétálunk, ugyanis nagyon, ahogy mondtam, sok minden nem jön ide. Amint voltunk már, jöttünk többször ide ki. Filmeztünk itt egy pár filmet, rövid filmet is, a Lukasszal is, még a Lukasz előtt is, úgyhogy hova sétálok, nem tudom, de mutatom nektek. Látod, ilyen cukornádas van itten, meg ott arra felé is, és mi van még itten? Sok kígyó. És nagyon-nagyon sok kígyó. És látunk már itt erre felé kígyót. Bogár! Ja, bogár, tele van itt minden légye. Azt, amit csináltunk, mutatom, mit csináltunk. A GoPro-t ráragasztottuk ide az autónak a tetejére. Vettünk ilyen szuperglút, ezt a gyors ragasztót, és ráment az ujjamra az előbb. Képzeld el, így ragad, és nem jön le. Most már nem ragad, de nem jön le egy rászárat, és tudod, milyen... Ó, te! Úgyhogy, na mire, berakjuk az ellemet, aztán indulunk, jó? Jó. Na készen állsz? Én készen állok. Akkor várjál, nyomom a kamerának gombot. Reméljük, hogy elindult. Elindult a kamera, várják, kiállok innen. Nem gyere a vízzel kezdjed, jó? Csak jó. Így először csak pörögj, amerre akarsz. Mennyi? Na, indulás! Mi történt az autóval? Oda nézve a sárosra! Várjál, hogy fogjuk ezt lemosni most? Nem hoztunk... De hoztunk vizet! De... Te! Megyek meg! Megy még? Hallasz? Én hallom! Ki kéne szállítani? Elindul még az autó? Megy! Megy! Várjál, most hozzad ki ide! Ne a vizen keresztül menj itt! Így átgázolt, nem, hogy nekem gyere! Tiszta sár az autó! Jaj, te! Ne ügyeskedj! Ne nekem! Ügyeskedj! Úgy, bele oda, én oda nem megyek be, érted, tudod, hogy a tiszta, kígyós minden. Ne nekem! Maradj! Na, megtakítottam egy kicsikét az elejét a kamerának, ugyanis tiszta sár volt az autó, de én nem tudom ezt, hogy rakjuk be ezt az autót az autóba. Az autót az autóba, de ahogy néz ki, mind a fene. Na jó, megpróbáljuk, hogy vagy akarsz még vele menni, vagy most én menjek. Megyek vele. Te elmész vele. Bent ott. Ott vigyázz a kígyókra, jó? De nagyon nem menj, ne oda menjél be, mert ott a szélén max lehetsz vele. Amúgy látod, milyen magas ez a fű? A fű. Ez a cukornád. Elsüllyedt az autód. Ja. Sárban ne lépj ki egyéb bele, ugye ment föl? Oda nézzél, te! Ide bemernél te menni, Lukasz? Hallod, ide bemernél te menni? Kicsit ide besétálok, oda nézzél. Hát, ezt ott hogy néz ki? Mint a horrorfilmekben, hogy mikor jön ki a láncfűrészes, és így...
Na mindegy. Wait, wait, wait. It's at the center of its point. There's a rock there. Look at it. Hey! Yeah, it's definitely stuck. Lucas! Mi csináltál? Oda nézd, tiszta sár lettem. Komolyan mondom, te! Megpörgette a kereket. Oda nézd az ingem. Most vettem fel a szemüvegem. Na, megpucoltam magamat, Lucas, te jól vagy? Tiszta sár lettem, az autó azt hiszem, hogy megdöglött. Legalábbis még meg nem szárad, addig biztos, hogy megdöglött. Oda nézzél, hogy milyen lett. Aj, te! Na jó, mert lementünk a sárba. Nem mondom, hogy a Lucas hibája volt, mert nem mondta neki, hogy álljon meg. Nem, te nem mondtam. Amúgy az elég kicsit kikapcsoltam, újra bekapcsoltam, úgyhogy az autó újra elindult, de amúgy meg megállt. Nehogy leülje nekem. Úgyhogy most megvárjuk, meg megindul, meg megszállod egy kicsit az autó, hogy be tudjuk rakni az autót az autóba, aztán elindulunk és megyünk valamire vezetünk. De. Még mindig várunk, ugyanis az autó teljesen nem száradt meg. Amint megszárad, elmegyünk hazafelé, kicsikét megmosunk magunkat. A kamerát is már rendesen tele van sárral, lencsét egy kicsit letakarítottam, úgyhogy most az nem olyan sáros. Te. Aztán el kell menni, képzeled el a benzinkútra, fel kell fújni a kereket, vagy meg kell nézni, hogy mi a baj, ugyanis az autó írta, hogy az autónak, nem az autónak, a keréknek a nyomása az egyik kerékben nem jó. Úgyhogy remélem, hogy nem kaptunk szeget vagy valamit, mert ha kaptunk egy szeget, én nem is tudom, hogy mi lesz. És nincs ilyen pótkerék, hanem a pótkerék helyett adtak valamilyen ilyen fixáló valamit, amit bele kell nyomni a kerékbe, és el tudsz menni a legelső kerekeshez, hogy megcsinálja. De ahogy néztem, mutatom. Nem lukas, legalábbis ez se, meg az se, egyik se, de azért nem menjünk megnézni, ugyanis biztos, ami biztos. Haza megyünk, aztán délután nem tudom, lehet, hogy lemegyünk egyet a tengerpart, vagy valamerre. Te hova járkászott? Te ott vagy. Na. Úgyhogy egy kicsikét várunk, aztán, ami már kezd száradni, látod? Oda nézzél. De... oda nézzél, látod? Egy kicsit már kezd száradni. Csináltam neki helyet. A Lucas már beült az autó. Csináltam neki ide helyet, úgyhogy valamire megpróbálom betuszkolni. És remélem be fog férni. Kivettem a takarót, úgyhogy arra rápróbálom rakni, aztán elindulunk hazafelé. A 11-be, 7-Eleven olyan petrol, és a daddy kell fölpumpolni a tire, a kerék, ja, a gumi. És mostan megyünk haza, és eszünk. Mert én nagyon akarok enni. Az a hang! Ah! Na, megérkeztünk. Oda nézzél, letakartuk az autót. Mindenhova! Hó, víz, felmosták, látod, hogy felmosták itt az egészet. Jaj, te, benézzük a kereket, nincsen semmi, hogy a felpumpáltam. Várj, nyitom az ajtót. Meg vagy? Na, nyomd ezt a gombot. Úgyhogy oda néz, hogy néz ki az autó. Te! Most meg kell mosni. Aztul. Ja, aztán csöndbe kell lenni, mert a víz, tehát hogy alszik. Oda, menj. Mindent kiraktam, száradni az autót, ugyanis még mindig folyik bele a víz, meg sáros, megmostam az órámat, a fősát azt nem mostam, meg azt odaraktam a mosásba, kimostam a GoPro-t, úgyhogy minden jó, legalábbis nagyon remélem. Nem más fogom most csinálni, mint felébredt a Davis is. Hello, mi helyzet? Gyere ide, Nyuszi. Ebédelni fogunk. Opa, meg fogunk ebédelni. Aztán el fogunk menni, nem tudom, majd valamerre biztos el fogunk menni. Lehet, hogy nézzünk egyet a tengerpart, hogy ugyanis nagyon szép kint az idő. Mit csinálsz?
Úgyhogy együnk! Aztán megmutatom, hogy mit fogok enni, ugyanis hol leves fogok enni, halászét fogok enni, amit anyukám készített tegnap, tehát este már ettem vacsorára, most ezt kevésre is. Ugye rettentően szeretem ezt a halászét, főleg amit anyukám csinál. Egy kicsit erős, és én szerettem volna közt, azt nem szereti. Miért nem szereted azt a halászét? Mert miért? Mert mi van, Nyuszi? Gyere ide, te! A Lucas az rizst eszik csirkével. Úgyhogy mi az? Pohár. Mit keres a pohár ott a földön? Nyuszi? Úgyhogy megebédelünk, és mutatom. Már láttátok, látod, még mindig szép az idő. Hát te, ami remélem, hogy ez a fájbrányítós autó meg fog szárazni és be fog indulni. Ja, kár, ott a kár, be fog indulni. Reméljük, hogy be fog indulni. Te, ha másnak, akkor szétszegjük darabokra és megtisztítjük. Na menjél le! Mi történt a tévével? Elment megint az adás. Itt van előttünk a tengerpart, amit még nem láttok, mert itt van előttünk ez a nagy füves rész. Hátunk mögött pedig ilyen házak vannak, úgyhogy most ide megyünk le. Ilyet körbenézünk, aztán utána azt mondta Lukasz, elmegyünk megnézni a játékok ide a bevásárlóba, meg lehet, hogy nem tudunk, iszunk valamit, vagy valamit, elsétálunk, úgyhogy most először a parton fogunk sétálni, aztán utána valamerre máshova. És megnyitották a Pesztyűfiai bevásárló az új részét, tudtad? És ja, és azért akarok oda menni. Új kameraboltot raktak bele, képzeld el. És meg tudom nézni, én szeretem a kameraboltokat. Na minden. Úgyhogy mindenki kap egy ilyen sun, ilyen napkrémet a fejére, hogy ne jöjj, lágjen, aztán megyünk. Megyünk, mindjárt. Csak ez is rak fogára ilyen krémet. Olyan krémet, látod? Mindjárt bekemi a feleségem, aztán elindulunk. Amúgy itt vannak ilyen, látod, ilyen motelek. Itt oldaltól meg lehet szállni mindenfelé. Na nézd, itt vagyunk lent a parton, oda nézd, hogy fent van a víz, mi? Nem megyünk bele, Davis, nem megyünk bele. Na, a feleségem elment a babakocsért, beültettük a Davis-t, úgyhogy most el fogunk sétálni oda a túloldalra, aztán majd meglátjuk, ugye? Oda nézd, itt a mentőtorony, na, nem ül bent senki. Általában sose ülnek most már benne, régen benne szoktak ülni, lenülnek a parton ott az autóval. Ha ki van zászlóval, vagy zászlóval rak, hogy hol lehet fülni, és ott nézik a partot. Nem ebből a toronyból, ez csak ilyen, nem tudom miért mondani, ilyen lehet valamit tartanak amúgy, ki tudja. Nézd, Laki rakta a bicikliét is. Na, ott az autó, látod a háttérbe? Ott van ki zászlóval, két zászló között lehet ilyen fürdeni. Itt, ha megvégeztél, itt a zuhany, és megmoshatod a lábodat, meg magadat, hogy ne legyél sós, és sósvizet levoshatod magadról. Itt gördeszkáznak, bicikliznek mindenfelé amúgy. Nézzük ezeket a házakat, látod, Lukasz? Melyiket fogadnád el? Bármelyiket, mi? Én bármelyiket elfogadnám szép kilátással, azok a házak annyira drágák, te itt lenn a parton. Csak az a baj, hogy ugye sós a víz, és nem tesz nagyon jót se háznak, se az autónak. Az autót ugye hetente minimum egyszer vagy kétszer kell mosnod. De amúgy nem lenne is rossz lakni. Én nézem a szép kilátásod, Lukasz, meg mit néz? Mit nézel, Lukasz? A szép lányokat. A szép lányokat néz itt. Annyi lányt láttunk, ilyen félmesztelen lányt, ahol mi nem volt melltartó, meg nem volna kemény kutyus sem volt. A Lukasz arra azokat nézeket. Mi? Ja. Na nézzél, itt is vannak lent. Ott az életmentő csónak, látod? Valakit lehet, hogy szednek ki a vízbe. Várj, egy kicsit ráközelítek. Oda figyelj, átmegy a hullámon. Ott jön. Mit csinál? Megfordul. És... oda bele. Davis elindult arra lefelé a part felé. Én is már nagyon ki akart szállni a kocsiból. De fürdeni azért nem fogunk, mert ugye a Davis-tel nem lehet oda beengedni egyedül, főleg nem egyedül. Annyit fel lehet menni egészen odáig, ahol most nem fogunk felmenni. Nem nagyon akar ide jönni. Úgyhogy azt hiszem, hogy most elindulunk visszafelé az autó felé, aztán hogy valaközben megállunk itt-ott.
Na várjál, mert... Ez az az új-zélandi fagyi. Uh-huh. Amúgy most itt vagyunk a bevásárlóban, és eszünk egy ilyen fagyit. A Davis meg a feleségem elmentél, és a Davis meg fog valami krumplit enni, azt hiszem. Ugye? Nem azt mondták? Jó. Davis eszi a sülkrumpliát, ugye? Mennyire szereted? Ne a kamerát! Látod, nagyon szereti azt a sülkrumplit. Nem? Hm? Ott, látod? Most látod magadat te is, oda. Látod? Na, mi a helyzet? Hm? Belement a szemébe a szempilla, és piros neki, látod? Ne, ne fogd meg a kamerát, mert zsíros lesz a leccsie. Nyuszi! Oda nézzél, nálunk már karácsony van, látod? Minden a karácsonyi cucc van. Lukasz! Megnézzük a fákat, milyen jelek. És itt mit keresünk? Maszkot? Semmi. Oda nézz, ilyen maszk. Majdnem menes maszk. Ilyen figurát van neked, nem? Abban benn van minden négy. De én nem tud beszélni. Van négy, öt. Látod? Az összes Avengers. Aztán erre emlékszel? Ja. Amikor kijön, meg kell nyomni. Tudom, mi? Mi? Mikor mentünk haza egy nap, mondtam psz, és nem volt semmi. És nem van. Volt semmi, mert egy öt másodperc alatt kinyomta Lukasz az egészet. És olyan, ez tele van ilyen, hogy ilyen ízével, ilyen nem tudom mivel, ami megnyomod és kijel, olyan, mint a háló lenne. Ez amit én kaptam már, ez kiosít. Igen? Nekem volt. Erre már nem emlékszem. Na nézd, itt van okos óra a gyerekeknek. Látod, Luk, ez az okos óra neked valahol. Hoppá! De mit ki nem találnak ma? Négynek. Ja, 89 dollár. És ez micsoda? Látod, ez micsoda? Valami játék. Leap TV. Ja, valami TV. De mit kell ezzel csinálni? Játszom. Na mivel játszom? Azzal. Látom. Melyik játék? Backman-nel. Gyönyörű. Xbox nem működik. PlayStation nem működik, de működik, csak nincs gondban semmi sem. Na jó itt. 98! Nem csak 98, hanem 98, te. Na ez itt a másik, az Infinity. Special Edition! Ja. Ja, keressük meg a Mamit, meg a Davis-t. Hozzáérkeztünk! Ahogy látjátok, leveszem a sapkámat, a fejem legalább nem égett le. Ére visszateszem. Na! Úgyhogy, most nem más csinálunk, mint... Mit csinálunk? Eszünk, meg fogunk vacsorázni, legalábbis a Davis meg fog vacsorázni, aztán utána elmegy fürdeni és elmegy aludni. Ugye? Ja, mi? Ott a sapka, azt nem bántjuk ezt a sapkát. Nagy már felmásztál, de te nyuszi. Jaj, te, ezt a mai videót itt most mi befejezzük, rendben van? Ugye mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnénk kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, ahogy szoktam mondani. Fogsz te köszönni ma? De. Nem mászunk oda. Sziasztok! Say bye! Say bye! 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 See ya!